Jó estét kívánok, a híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2016. január 22-én a Magyar Kultúra Napján. Nézzük, hogyan emlékeztek a városban ma a himnusz születésnapján. Kultúra díj 2016, a Lajta László vegyeskar vehette át az elismerést. Együtt szavalt a nemzet, több tízezer gyerekhez kapcsolódtak az új helyisek. Teltházas előadás, új bérletet indított a Sziget közagórája. Ma van a Magyar Kultúra Napja. Az irodalom történészek szerint 1823-ban, január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Ezen a napon köszönték Moson-Magyaróváron a kultúra különböző területein dolgozókat. Országszerte január 22-e a Magyar Kultúra Napja, immár 27. éve. Nincs ez másként Moson-Magyaróváron sem. A közös himnusz éneklés után Iváncsics János ünnepi köszöntőjében kiemelte, a díjat 14-szerre adják át olyan személynek vagy civil szervezetnek, akik sokat tesznek a városért és a térség kultúrájáért, illetve kimagasló a munkásságok a művészetek területén. Ezen a napon viszont nem csak a díjazottakat ünneplik. Az igazi életet az jelenti, hogy az amatőr, dalos, táncos, fotós, kézműves és alkotói csoportok birtokba is veszik, és sokféleségük adta színekkel töltik meg a falakat, színháztermeket és nézőteret. A köszönetet és ünneplést ők is megérdemlik. Örülök, hogy 3 év után a Moson-Magyaróvár város kultúrájáért díjat ennek jelöl ismét egy ilyen sokoldalú, kiváló közösség kapja meg. Moson-Magyaróváron a város képviselőtestülete dönt arról, hogy kiveheti át a legrangosabb helyi kulturális elismerést. Idén a több mint 30 éve fennálló Lajta László vegyeskar kapta a Moson-Magyaróvár város kultúrájáért díjat. Az együttest Kis Veronika, a Halmos László énekkar karvezetője, a Lajta együttes tagja köszöntötte. Ezután Kató István vehette át a díjat Árva István polgármestertől. A díj átvétele után az énekkar ünnepi műsorral köszönte meg a kitüntetést, majd a televízión készítette kisfilmet nézhette meg a közönség. Szép ünnepi ének szálljon, hirdesse szeretet dallamát, hiszen jött fényes hangon a vára himnuszát. A kultúrában nem lehet hosszú ideig minőségen alatt teljesíteni, csak minőségit lehet csinálni, és úgy gondolom, hogy a kórus ezt csinálta. Az ünnepségen nem tudott részt venni a Lajta László vegyeskar alapítója és vezetője, Benclernécsi Kilona, így a díjat az egyesület elnöke vette át. Nagyon jó, csak ahogy már a megköszönésemben reflektáltam rá, nagy szomorúság, hogy aki ezt a kórust megálmodta, és aki legméltóképpen ma átvehetni ezt a díjat, ő nincs itt közöttünk, rá gondolok, de egyébként nagyon csodálatos érzés, hogy egy város így gondolt ránk, hogy egy ilyen címet adományozott. Igaz, hogy már 32 éve harcolunk, de hát megérte. A városi ünnepségen Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, Keresztény Gyula intézményvezetőnek, zenekarvezetőnek adta át a Győr-Moson-Sopron megye szolgálatáért díj kulturális tagozatának elismerését. Nagyon fontosnak tartom ennek a díjnak az elnevezését, ugyanis ezt a megye szolgálatáért kaptam, és amit mi csinálunk a Kislaptáros zenekarral, az tényleg egy szolgálat. Lessük mások kedvét, és úgy muzsikálunk, ahogy ők szeretnék. Úgyhogy hát én nagyon köszönöm a zenekaromnak elsősorban, hiszen őnekik köszönhetem, hogy ezt a díjat én most kaptam. Az ünnepségen polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át Csiszár Péter, Kátainé Kis Katalin és Kelemen Benő Benjamin. A kultúra napját pohárköszöntővel és közös ünnepléssel zárták. Internetes közvetítés segítségével szavalhattak együtt több más iskolával az újhelyi felsősei. A Kultúra Napja alkalmából szervezett kezdeményezéshez 3. alkalommal csatlakoztak a világ magyar lakta részei. Együtt szavalt a magyar nemzet péntek délelőtt 10 órakor. Az ország, sőt a Kárpát-medence és az egész világ magyar lakta településeinek óvodái, általános és középiskolái csatlakoztak a programhoz. Így szavalták el együtt a himnusz első versszakát és a nemzeti dalt. Moson-Magyaróváron az új helyi iskola is csatlakozott a kezdeményezéshez. Jó kedvem, bőséggel.
Az Együtt Szaval a Nemzet elnevezésű programot 2014-ben indították útjára azért, hogy a kultúra napján az internet segítségével összekössék a magyar ajkúakat. Jordán Tamás vezetésével sok százezer gyerek szavalt el a himnuszt és a nemzeti dalt. Én úgy gondolom, hogy nekünk élére kell állni az ilyen kezdeményezéseknek, mivel az iskolánk jellegét tekintve elég jelentős szerepet töltünk be a város kulturális életében, és azt hiszem, itt is példát kell mutatnunk. Ahogy elnéztem itt a gyerekeket, amiben mi hiszünk, a közösségi tevékenységnek az erejében, a közösségi cselekedetek közös megvalósításában, ez itt kiválóan lejött. Az újhelyi iskola már 2 éve is részt vett a közös szavaláson. Idén is a felső tagozat összes diákja 5-től 8. osztályig szavaltak együtt. Elmeséltem nekik, hogy mi a felhívás lényege. Az előző esztendőben az akkori 7-esekkel egy hasonlón már túljutottunk. Április 11-én felmentünk Budapestre, és Jordán Tamással együtt szavaltuk József Attila szülő Születésnapomra című versét. Úgyhogy ők voltak a segítőim valójában, mert elmeséltek, hogy milyen élmény volt ez számukra, és egyetlen egy diák sem mondta azt, hogy ebben nem szeretne részt venni. A gyakorlást már korábban elkezdték a felsősökkel, hogy az élő szavalás alatt minden rendben menjen. Tegnap mindent bemértünk, hogy ki hogy fog állni, meg hogy ugye, hogy fogják vezényelni ezt az egészet. Aztán változások történtek ma, úgyhogy kicsit nehezebb volt. Az 5 kontinensen átívelő közös szavalást nagyon élvezték a diákok is, akik fontosnak tartják, hogy megemlékezzenek a magyar kultúráról. Örülök neki, hogy így az egész iskola képviselhette a nemzetet. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy az egész nemzet együtt szavaz, mert ez is mutatja, hogy mennyire összetartunk így együtt, és hogy szerintem nagyon szép volt ez az egész. A hosszú távú kezdeményezést jövőre is megszervezik január 22-én a Kultúra napján. Így népszerűsítik a magyar kultúrát, és hozzák össze a magyar közösséget a világ minden táján. Tegnap este volt a Vastaps elnevezésű új színházi bérlet első produkciója. A Gergely Teáter előadásában a Mon Amari mosolya című francia vígjátékot nézhette meg a publikum. Gyülekeznek a nézők a Szigetköz agórájának aulájában. A nagy sikerű Orfeum tulajdonosai évről évre megváltják bérletüket, így viszont sokan kiszorulnak a színházi élményekből. Ezért döntött úgy a Flash Nonprofit Kft. Vezetése, hogy egy új sorozatot indít. Ahogy látható, telt házas volt az előadás. Egy francia vígjáték került az első alkalommal a színpadra. Szabó Máté egy lecsúszott festőt alakít, akinek a szerelme azt találja ki, hogy barátja vegyen el egy gazdag, de csúnya lányt. Ezzel az egzisztenciális problémáik megoldódnak. Természetesen közben egy kis segítségem, aki ennek a családnak a fogadására érkezik, aki hát egy komornyik kellene, hogy legyen, mégpedig egy férfi komornyik, hogy valódi segítség legyen, de hát sajnos komornyik hiányban szenvedünk éppen, és ezért egy női komornyikot küldenek az Oster Szandi személyében, ő lesz maga Mari, és hát természetesen elindul egy picike, apró kis szerelmi szál, és a végén happy end. A darab kulcsfigurája Mári, aki vidékről érkezett Párizsba, ahogy nagynénje ajánló levélnek nem mondható soraiból kiderül, nem sok mindenhez ért. Mi van, Mári, nem megy? Nekem túl messze van az összökén. Jaj, túl, most jöttem, akkor segítettem. Jaj! Egy olyan szint vihetek ebbe a karakterbe, aminek nem kell tehát szépnek lennie, mert azt én mindig nagyon unalmasnak találom, hogy egy karakter csak szép, ott hímezget, egy naiva, hanem ez egy szobalány, aki vidékről gyűjt, és én nagyon szeretem az ilyen szélsőséges szerepeket, vagy hogy olyat, ami inkább karakteres, és nem csak a szépségről és a primadonnaságról szól. Több formáció is járja az országot, hogy az olyan települések lakói is élvezhessék a színi előadásokat, ahol nincs állandó társulat. Ilyen a Gergely Teáter, ahol a színészek egy-egy mű bemutatására állnak össze. Főként bohózatokat, végjátékokat, zenés darabokat adnak elő, hiszen ez kapcsolja ki leginkább a nézőket.
erre van igény. Egymás között nagyon kevés az a színész, aki játssza az eszét, és én vagyok, ahogy ezt szokták ott mondani. Hát ezért egymás között lelepleződnek bizonyos dolgok és képességek. Úgyhogy ilyen értemben ez nincs probléma, vagy nem probléma. Nagyon jól megvagyunk egymással. Ráadásul ez speciál egy olyan darab, gondolja el, hogy 5 nő és 2 férfi. Hát ennél jobbat. A Vastapsbérlet következő előadása február 12-én pénteken lesz, akkor a Turay Ida Színház érkezik Vajda Katalin Ankonai Szerelmesek című darabjával. A kultúrához hozzátartoznak a könyvtárak és a könyvek is. Sokan azt gondolják, hogy az internet felváltja a könyveket, ám ezek varázsát a mai napig szeretik az emberek. Kollégáim felkeresték a Huszárgál városi könyvtárat. 1838-ban alapított a városunkban az első közkönyvtárat C. Sándor nyomdász. Az évek múlásával többször is más épületben várták az olvasókat. A Huszárgál városi könyvtár 1984-től fogadja a város központjában az olvasni vágyókat. Hiába terjedt el mára már széles körben az internet, a könyvek olvasásának öröme a mai napig megmaradt az emberekben. Örömmel jelenthetem, hogy igazából az olvasási kedv, mi azt nem vettük észre, hogy csökkent volna. Már évek óta tapasztaljuk azt, hogy a Gutenberg galaxis halálát jósolják azok, akik azt gondolják, hogy az internet fölváltja, vagy legalábbis az e-bookok és az elektronikus dokumentumok használata felváltja majd a kézbefogható nyomtatott dokumentumokat. Az olvasni vágyok kedvét több dolog befolyásolja, mint például a szülők, a személyes példák. A mesekönyveken, regényeken kívül, amelyek megmozgatják az emberek fantáziáját, kötelező olvasmányokat és sok más témájú könyvet, különböző folyóiratokat is megtalálnak az érdeklődők. Az állomány is folyamatosan bővül, és az újdonságok gyorsan közkincsé válnak. A legjobb és legújabb újdonságokat azonnal megvesszük, és már nem úgy van, mint régen, hogy heteket kell rá várni, mert online rendeljük, és hát a futárpostával 2 nap alatt itt van. Gyorsan beletározzák, feldolgozzák, 1 héten belül a polcon van, úgyhogy napra készek vagyunk. A könyvtárat naponta 200-250-en látogatják. Az olvasók életkora változó, de az idősebbek szívesebben fogják kezükbe a könyveket, amelyekbe bármikor belelapozhatnak, és bárhova magukkal vihetik. A nemzeti és katonai kultúra népszerűsítése, valamint a Magyar Honvédség kulturális életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Honvédelemért kitüntető cím második fokozatát vehette át tegnap a honvédelmi minisztertől Medgyes Imre. A Moson-Magyaróvári tankerület igazgatója, Hunyadi Mátyás honvédség és társadalombaráti kör tagjaként többi között rádiós szakköröket, fotókiállításokat szervezett. Kedves nézőink, ez volt a Híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. A mai Hírháttér című műsort a Fehérló Közösségi Házban rögzítettük Kató Istvánnal, a díjazott Lajta László Vegyeskari Egyesület elnökével. Az este folyamán a Veszprémi Televízió szerkesztésében készült Építek magazint nézhetik meg. Friss hírekkel hétfőn este a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!